Van itt néhány érdekesség, ami neked is szemet fog szúrni, ha kicsit is kritikusan gondolkodsz. Kezdjük az Ariával. 2023. március 13-án szerepelt a Partizánban. Rá egy hónapra, május 1-én kijött egy kormánykritikus számmal. Sokan persze nem látták benne az elvont rendszerkritikát, ezért a haladó sajtó szinte azonnal, ráadásul egyszerre, szőnyegbombázásszerűen tudatta velünk, hogy az Aria már pedig neki ment a kormánynak. Bizonyára véletlenül egymástól függetlenül írták ugyanazt a cikket.